Jó estét kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, Deák László evangélikus lelkész vagyok, és önök a Kúgy című műsorunkat látják itt a Pax TV-ben ezen a mai estén is. A mai vendégem már negyedik alkalommal szerepel itt a tévéműsorban, és amikor először találkoztunk, akkor ő fogalmazta meg azt a dilemmát, amiben hétről hétre itt benne vagyunk, hogy nem könnyű a nézőknek a figyelmét lekötni egy ilyen műsorral, amelyik tulajdonképpen egy képes rádiós beszélgetés, és ebben a mai világban, amikor ezernyi színes műsor fut velünk párhuzamosan, nagyon sok kínálat van a különböző tévécsatornákon, egy óriási feladat és óriási kihívás azt kérni a kedves tévénézőktől, hogy legyenek itt velünk, és ezt a következő egy órát töltsék velünk. Én most mégis ezt kérem, és hiszem, hogy mindaz, amit hallani fognak, az érni fog annyit, vagy hiszem, hogy még többet, mint amit más csatornákon látnának. Ott is bizonyára van sok érdekes dolog, de mi most nagyon-nagyon fontos témákról fogunk beszélgetni, és az adás második felében elő fog kerülni egy olyan téma, amelyik Magyarországon több mint 200 ezer embert és az ő hozzátartozóikat, szeretteiket érinti, és nagyon keveset beszélünk erről, ez pedig az Alzheimer kór, és általában a betegségek a családban, a családnak az életébe. Van önök között olyan, akinek a családjában van ilyen beteg, vagy ismernek ilyen embert, akkor hívják fel a figyelmüket erre a műsorra, ami megnézhető lesz majd az interneten keresztül is, mert egészen testközelről személyesen hallhatnak majd erről, és igyekszünk nagyon sok fizikai, lelki és biblikus tanácsot is adni ezen a területen. A mai vendégem Horváth Szilveszter, pedagógus, volt humorista, és még nagyon-nagyon sok mindent lehetne rólad mondani. Nagyon köszönöm, hogy újra eljöttél, és megosztod a kedves tévénézőkkel mindazt, amit te átéltél, és ezt fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nem úgy általában beszélsz a dolgokra, hanem nagyon komoly és nagyon mély tapasztalat van e mögött. Több adásban beszélgettünk szenvedélybetegségről, az elmúlt héten is az élő adásban előkerült játékszenvedélytől kezdve, nagyon sok minden, és most ilyen negyedik adást kezdjük azzal, hogy egy olyan szinten beszélgetünk most személyesen, hogy a te istenképedről, Istennel való találkozásodról erről ejtenénk először néhány szót. Minden adásban ez ugye egy kicsit előkerült, és nagyon sok fontos és értékes dolgot mondtál ezzel kapcsolatban, de most nézzük meg úgy összességében az életedet. Milyen volt kisgyermekként, milyen volt fiatal felnőttként, azt említetted, hogy te ateista voltál, és milyen most az Istennel való kapcsolatod egy ilyen nagyon rögös, de nagyon tartalmas út után? Engem megkereszteltek katolikusként a pártag szüleim 1961-ben. Miért tartották fontosnak? Azért keresztelték meg, mert rettegtek az apai nagymamám haragjától. Ez az egyetlen egy komoly indoka volt ennek. És ez az ambivalencia, ez a kettősség, ez aztán végig ott volt. Hogy az apám, aki pártag volt, és később ilyen marxista alapon történelmet tanított, abba az iskolába is, ahova te is jártál, meg korábban én is, csak akkor még nem tanított ott. Úgy került oda a tanárnak, hogy engem ki akartak rúgni, és behívatták. És aztán jött haza, kérdeztem, hogy kirúgtak, azt mondja, nem, de én oda kerültem tanárnak estire. Szóval, hogy egy ilyen marxista alapú történelem tanár volt, de nosztalgikusan beszélt a gyerekkori cserkész élményeiről. Tehát, és időnként a vatikáni rádió vége érhetetlen Üdvözlégy Mária imáit hallgattuk este 10 után középhullámon a zsebrádión. Tehát ilyen, és közben szocializmus volt kint mindenhol. Aha. Ez ilyen nagyon szürreális volt nekem gyerekkoromban, meg ahogy a nagynéném elcipelt temetésekre, meg templomokba, és ez egy ilyen érdekes kirándulás volt, de nem kapcsolódott szervesen soha az életemhez, sem a vallás, sem a hit. Az anyám is ateista volt, mert valamiért volt egy nagy sérelem benne, amikor a nagymamám meghalt, és ott a temetések körül volt valami Herceg utca, hogy az egyik felekezett papja nem akarta eltemetni, mert ő nem ahhoz a felekezetbe tartozó emberhez ment feleségül, és a többi, és a többi. Tehát az anyám is valahogy elfordult ettől a dologtól. És hát ne felejtsük el, hogy szocializmus volt, tehát hogy sem a médiumokban, sem az iskolákban nem volt szó erről.
Úgyhogy én ilyen szinte érintetlenül és ilyen marxista alapon nőttem bele a saját alkoholbetegségembe, ami csak megerősítette ezt a hitetlenségemet. Sőt, még talán volt egyfajta lenézés is bennem a hívők iránt, amit egyébként nem magamtól hallottam először, hanem ismertem olyan embereket, akik a vallásosságot gyengeségnek tekintették, illetve a gyengék menekülési útvonalának. Hallottam is ilyen szövegeket, tehát tele voltam előítélettel, tele voltam tudatlansággal, tele voltam sötétséggel. Én innen jövök. És hát meg kell mondjam, hogy mindig nagyon irigyeltem, és egy kicsit még most is azokat, akik ilyen egy pillanat alatt térnek meg és világosodnak meg. Az olyan jó lehet, és nekem ez nem adatott meg. Uh-huh. Azokat is irigyeltem természetesen, akik beleszülettek egy olyan családba, vagy egy olyan milliőbe, ahol ennek volt egy természetes hagyománya, és hogy nem voltak ilyen ambivalenciák, mint az én életem. Mindenkit irigyeltem, csak magamat nem. Sok idő volt, hogy elfogadjam azt, hogy nekem ilyen furcsa utam van, és hogy nem kell senkit irigyelni, fogadjam el a sajátomat, és örüljek ennek. Ez azért nem ilyen gyorsan ment, mint ahogy most elmondtam, de most már ez van. Néhány héttel ezelőtt beszélgettünk az alkoholbetegségedről és azról a iszonyú küzdelemről, amiben részed volt, és ott említetted, hogy több alkalommal is szinte a halál közelébe voltál. Említettél egy nagyon súlyos balesetet, amikor kifejelted egy kocsmának az ablakát. Az üveg. Igen, üveget, igen. Volt a fejeden. Egy olyat, amikor a szobába erre a beültetett valami tablettát ráittál. Amikor úgy érezted, hogy itt van a vég, volt benned valami kép, akár a pokolról, vagy megjelent előtted olyan, hogy próbáltál imádkozni, vagy akkor se volt semmi ilyen túlvilága kapcsolatos. Amikor az üvegbe beleestem, az nagyon gyorsan történt, nagyon gyorsan megmentettek, és részeg is voltam. Tehát ott nem értem át semmit gyakorlatilag. Viszont megijedtem annyira, hogy még jobban utána berúgtam. Amikor a tablettára ráittam, amit azért adnak, hogy ne ígyan rá az ember, de majdnem mindenki sajnos kipróbálja, minden évben többen bele is halnak ebbe, tehát ezt azért gyógyszernek nem nevezném, akkor nem voltam berúgva, annyit nem bírtam inni, és 32 éves voltam, és egy sikeresnek tekinthető humorista, ahogy mondtad, előtte én már tanítóbácsi voltam, talán annak is sikeres voltam, de mérhetetlen mélységeket járta meg az alkoholizmusom miatt, és az elájulás előtti pillanatban fölmértem azt, hogy 240-es a pulzusom, és hogy én ezt nem fogom túlélni. Ezt tudtam a sportmúltamból, hogy ilyet nem lehet túlélni, meg a tanítóképzőn is testnevelési tagozaton végeztem. És azt gondoltam, hogy én most meg fogok halni. Nem imádkoztam, nem kértem semmit, nem pergett le semmi, hanem akármilyen furcsa, vagy akármilyen szörnyű, az az érzés volt bennem, hogy megérdemlem. Uh-huh. Tehát én, mint alkoholista, magamat is gyűlöltem. Magamat is utáltam a saját alkoholizmusom miatt. Ez egy borzasztó dolog, gondold el, hogy mondjuk beteg vagy, nem elég, hogy beteg vagy, még magadat utálod is azért, hogy beteg vagy. Nem? Tehát ezért nagyon szörnyű. Én nem akarom más betegséghez hasonlítani, mert nincs jó betegség, egy se jó. De ez egy külön nehézség, hogy az önutálatomra is iszom, és ezért még jobban fogom utálni magam. Uh-huh. Tehát ez egy ilyen ördögi kör. Úgyhogy ez volt bennem, de nem haltam meg, de ez nem az én érdemem, hogy nem haltam meg, hanem lehet, hogy a Jóisten így rendelkezett, lehet, hogy csak a szervezetem erős volt, lehet, hogy mind a kettő együtt. Nem, de nekem nagyon lassan jött meg a negaitem, és ilyen nagyon hétköznapi dolgok révén. Emlékszem például, volt egy hétvégi telkem, amit el kellett adnom, nem volt rajta semmi, mert el voltam adósodva, és ahol volt ez a helyi polgármester, visszamenőleg mindenféle adókat akart az üres terek nyomán behajtani rajtam, hogy ott nem volt lekaszálva a fű, és ott különböző ilyen mindenféle pénzeket fölirogattak, és nekem ki kellett volna fizetni ahhoz, hogy ő engedélyezhesse, hogy én azt eladhassam, mert építési kötelezettséget írtam alá. És mentem a buszon, utaztam, meg volt beszélve ezzel a polgármesterrel a találkozás, és akkor azt mondtam, hogy édes jó Istenem, én ezt nem tudom megoldani. Ez számomra megléphetetlen. Nekem nem, hogy ennyi pénzem nincs, semennyi nincsen. Pont azért adom el, mert nincsen, és pénzt akarnak behajtani rajtam.
most valamit találják ki, de ha nem találsz ki, és így marad, és nem sikerül, én azt is elfogadom. De már nem akarok ezen többet kínlódni, meg rugózni, meg agyalni. Én csak azt kérem tőled, hogy valami lelki békét adjál ezzel a telekkel, meg ha elvesztem, akkor elvesztem, belenyugszom abba is. És amikor ezt, nem is az a lényeg, hogy mi lett a telekkel, meg hogy a polgármester mit csinált, hogy amikor ezt én őszintén ezt a kérést így meg tudtam magammal fogalmazni ezen a buszon, egy olyan megkönnyebbülés, egy olyan lelki béke jött rám, hogy letehettem ezt. Én ezzel nem tudok tovább foglalkozni. Letehettem, és ilyen boldogan, ilyen naív tekintettel tettem meg a hátralevő 30 kilométert a buszon, és ez nekem egy nagy élmény volt. Ezt tudom, hogy ez nagyon, hogy mondjam, profánul hangzik, nem? De mégis nekem az ilyen hétköznapi, egyszerű, primitív élményekből raktam össze, mint a legókat, azt, hogy hívő lettem. Nem jelent meg semmi, nem éltem át egy ilyen hatalmas spirituális metamorfózt, de nem volt semmi ilyesmi, hanem ilyen apró, kicsit praktikus dolgokban tapasztaltam meg, hogyha én engedem, ha hagyom, akkor segít. Amíg okoskodok, addig nem tud. Abszolút nem. Nem is tudom, milyen szót használtál, nem nagyon egyszerű ez, amit elmondtam, mert nagyon sokan így élik meg a hitüket, és ilyen az Isten való találkozásuk. Talán az a ritkább, ami ez a pálapostoli damaszkuszi utas megtérés, hogy, hogy egyik pillanatról a másikra történik valami. Pont húsvét hétfőn prédikáltam arról, hogy tulajdonképpen a tanítványoknak a hite is ilyen volt. Tehát Jézus halála és feltámadása után, amikor az asszonyok visszamennek és szólnak nekik, akkor ott vannak 11-en, 10 nem hiszi el, egy elmegy a sírhoz, és nem, és ez egy pici kis kockák, ami után eljutnak odáig, hogy valóban élő hitük lesz. Tehát nagyon sokan vannak így, akiknek egy-egy szó, egy-egy esemény az, ami elindítja őket a hitnek az útján. Igen, csak tudod, én valamiért talán emiatt a marxista, vagy ateista, vagy nem is tudom, materialista neveltetés miatt, én valahogy mindig ilyen nagyon nagy csodákra gondoltam, és azt feltételül szabtam. Na, hogyha egy ilyen nagyon nagy csoda megtörténik velem, akkor én utána hajlandó leszek majd hívő lenni. De én azt hiszem, hogy ez egy ilyen nagyon fals, vagy ez nem működik. Igen. Ez nem működik. Én nem szabhatok feltételeket a jó Istennek, mert kisebb vagyok, mint ő. És hogy mondjam, ez most ilyen nagyon egyszerű utólag, de előtte ilyen primitív elképzeléseim voltak erre. Nem is annyira primitívan megnézzük az Új Szövetséget, Jézusnak az életét, akkor ott nagyon sokan láttak csodákat, és még abba is belekötöttek. Tehát amikor volt egy vakon született ember, meggyógyult, akkor nem, hogy hálát adtak volna az Istennek, hanem azt nézték, hogy Jézust hol lehet elveszíteni, azt a szerencsétlen meg kiközösítették. És odarángatták az apját meg az anyját, hogy biztos, hogy vak volt, mert mondjátok meg, hogy nem, és mondják, hogy hát az volt, de azt mondják, hogy kérdezzétek ő, mert már nagykorú, mert ma ők is annyira féltek a főpapoktól. Tehát valóban így van, hogy a mi hitünk, az nem attól függ, hogy mekkora csodákat látunk meg egyebektől, egyedül attól függ, és ez egy nagyon fontos kifejezés, erről beszélgettünk az adás előtt, és ezt most szeretném idehozni, hogy elfogadjuk az Istennek a kegyelmét. Ezzel a kegyelemmel te hogy találkoztál? Ezzel a kegyelemmel úgy találkoztam, hogy elteltek úgy évek, vagy sok év eltelt úgy, hogy nem is tudtam megfogalmazni. Ez csak egy megfogalmazhatatlan érzés volt, a kegyelem. És utána valami furcsa módon jöttem rá, hogy aha, ez a szó valószínűleg ezt jelenti, ezt az érzést. Nem tudom, hogy érted-e. Aha. Én addig nem volt a kettő összekötve. Éreztem egy valamit, ami jó volt. Az érzésekről nagyon nehéz beszélni, úgyhogy körüljön egyébként más érzésekről is. Igen. Nem véletlen, hogy van nevük. És akkor egy idő után rájöttem, igen, ez a kegyelem volt, és ez nem belőlem jött, hanem én ezt kaptam, ajándékba kaptam. Biztos, hogy tettem érte, biztos, hogy készen álltam elfogadni, mert én egyébként most, hogy talán ennyit kiléphetek a saját történeteimből, hogy sokszor láttam olyat, hogy tulajdonképpen elérhető távolságban volt egy-egy szenvedő illetőtől a kegyelem, csak nem akarta befogadni, vagy nem állt készen a befogadására, valami miatt ez nem történt meg. És nekem volt olyan szerencsém, hogy nyitott voltam, vagy a jó ég tudja, mi erre a jó megfogalmazás,
hogy hozzám fért a kegyelem, vagy én hozzáfértem, de ez nem volt egy nagyon tudatos út. Ma már tudatosabb vagyok sokkal, tehát hogy nekem nagyon lassan nyílt ki a szemem, a tudatosság bennem egy nagyon-nagyon hosszú és lassú folyamat volt. Én ma sem vagyok mindig teljesen tudatos, nem merném ezt állítani, de sokkal tudatosabb vagyok, mint 5 éve, és sokkal, mint 10 éve, és remélem, hogy még fogok fejlődni. Aha. Ahogy hallgattalak, az a kép jutott eszembe, amikor Jézus föl volt feszítve a Golgotán a keresztre, és mind a két latornak ugyanolyan távolságra volt a kegyelem. És az egyik tudta azt mondani, hogy Uram, emlékezzél meg rólam, ha eljössz a te királyságodba, és Jézus azt mondta neki, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Ennyire közel volt hozzá a kegyelem, és ilyen közel van valóban mindenkihez, és minden szenvedő emberhez is, akár ahogy a múlt héten beszélgettünk a szenvedélybetegségekről, akárhogy ma egy súlyos betegségről fogunk beszélgetni, ezekben is az Isten szeretne ott lenni az ember közelébe, és szeretne segíteni. Mielőtt tovább mennék, én még azért szeretnék erről a kérdésről beszélgetni, mert egy újságcikkben nagyon-nagyon jó dolgokat mondtál. Az egyik, amiről szeretnék beszélni, hogy hogyan láttad te, és hogyan látod az Isten munkáját a másik emberben. Hogy a másik emberen keresztül jelenik meg, és ahogy említetted, nem feltétlenül ilyen nagy dolgokon keresztül, nagy csodákon keresztül. Az én utamban nagy jelentősége volt annak, hogy én egy közösségben józanodtam. Tehát nem az történt, hogy otthon akaraterőből nem ittam, és titokban utáltam mindenkit a világon, aki következmények nélkül ihat, hanem én egy alkoholbetegeket tömörítő és nem inni akaró közösségben józanodtam. És ezeket az apró csodákat láttam másokon is. És a hitem egy része nem ilyen buszos élmények, az is fontosból jött össze, hanem hogy hihetetlen dolgokat láttam bejönni embereket, óra nélkül, pénz nélkül, rongyosan, fog nélkül, állás nélkül, minden nélkül, mindenben kételkedve, és egyszerűen csak egyetlen egy dolog volt, hogy föladták. Tehát az, hogy itt vagyok, nekem elfogyott az összes ötletem, Istenem és ti, ez a közösség, tegyetek, amit akartok, készen álltok. És ezek a csodák, hogy először lett órája, aztán lett zakója, aztán lett munkahelye, aztán kicsivel hosszabb idő után lett fogsora, és aztán lett kapcsolata, és aztán lett hol laknia, tehát és sok, nagyon sok ilyet láttam. És ebben én nem csak, tehát én láttam, hogy ez nem csak arról van szó, hogy ő nem iszik, és ezért megmarad a pénze, hanem sokkal több minden. Volt valami fajta nyugalom bennük van, volt valami hit, elhitték, hogy nekik is sikerülhet, és ilyet én sem értem. Én egy nagyon elkeseredetten, magányosan ivó ember voltam, még a kocsmában is magányosan ittam gyakran. Társasan ittam, de belül magányos voltam. Egyedül voltam, és tele voltam fájdalommal. És láttam, hogy ezek az emberek, akik oda bejöttek gyakran, nem mindenki természetesen, nem állítom, hogy mindenki. Még azt sem mondanám, hogy a többség, de sok. Hogy megteltek valami fajta hittel, szeretettel, reménnyel, de csomó olyan spirituális dologgal, amiről én korábban csak olvastam, de nem is nagyon találkoztam kinn a civil életben sem. Uh-huh. Nem találkoztam ilyen emberekkel, mint ezekkel a józanokkal. És ráadásul, amikor én ugye kezdőjózan voltam, ott voltak, akik 1-2-3 éven már nem ittak, és megvolt nekik ez a sok minden a tarsolyukban, és én irigyeltem őket. De egyfajta biztonságot és biztatást és hitet is adott, hogyha nekik sikerül, ez, akkor talán nekem is van. Aha. Na most ezek miatt, a dolgok miatt is van az, hogy általában valami fajta közösségben, ilyen spirituális, lelki közösségben könnyebb kihozanodni, vagy könnyebb akár a hitbéli dolgokról beszélgetni egy ilyen közösségben, akik emiatt vannak ott. Igen, ez lehetett az oka annak is, hogy Jézus gyülekezetekben gondolkozott, bár maga ugye nem alakított gyülekezetet, de utána azt mondta a tanítványainak, hogy menjenek, hirdessék az evangéliumot, és ahol hallják ezt a hívő emberek, ott ne egyéni keresztények legyenek otthon, hanem valóban egy közösségben, és ezt lehet érezni egy keresztény közösségnél és egy gyülekezetnél, hogy ennek micsoda ereje van. Említetted a
kegyelmet, említetted a közösséget, és van egy harmadik fontos dolog, ezt nevezhetjük akár feladatnak is, hogy az ember így fogalmaztál az egyik interjúba, az AA-ban, ugye ez az anonim alkoholisták, megtanultam, hogy Isten nem télapó és nem mentőorvos, olyan nincs, hogy én kérek valamit a Jóistentől karácsonyra, és ölbetett kézzel várom, hogy megérkezzem. Ez mondjuk legyen a feladat része. Ezzel hogy találkoztál akár a leszokás után, és a leszokás közben is? Mi volt az, amit úgy éreztél, hogy neked kell ezt hozzátenni? Tehát én amikor kihozanottam, és ez talán nem csak én rám igaz, hanem nagyon sok sorstársamra is, és némileg talán azokra az ateistákra is igaz, akik valami miatt, nem feltétlenül az én általam megtett út miatt, hanem más miatt, valahogy hívőké lesznek. Én úgy látom, hogy megint meg kell tenni még egyszer a gyermekké válásból a felnőtté válásig az utat. Uh-huh. És én ugyan már 33 éves voltam, amikor kihozanottam, de előről kellett kezdeni, és ezeket a gyermeki gondolatokat, hogy én rendelek valamit a Jóistentől, és majd ő meghozza, mint mondjuk a szülők karácsonykor, vagy mint a télapó, ezeket is meg kellett élnem, és ezeket is el kellett aztán engednem, mint ahogy a tejfogat is elengedi a gyermek, és a gyermeki álmokat is lecseréli később tinédzser álmokra, aztán felnőtti álmokra. Ezeket ugyanígy, ez egy fontos fejlődés volt a számomra. Fontos nap volt, és ez nem az elején volt, rájönöm arra, hogy nem működik ez, hogy én rendelgetek, mint egy pincértől, a Jóistentől dolgokat, és aztán várom, hogy meghozza, és erősen bízom benne, hogy így lesz, hiszen én nagyon, nagyon hiszek benne. Így nem működik. De ez nem rögtön volt, hanem kellett hozzá sok tapasztalat, meg sok történet. Például nagyon fontos, hogyha így visszaemlékszem, az, hogy néha azt kellett kérnem a Jóistentől, hogy erősítse a vágyamat valami iránt. Mert úgy éreztem, hogy én nem vágyom elég erővel, és hogyha nem vágyom valami után elég erővel, nem vágyakozom, nincs egy szomjúság bennem. Ez spirituális szomjúság is lehet, nem csak anyagi dolgokra gondolok én most. Akkor kérhetem azt, hogy erősítse bennem a vágyat. Ekkor már én is aktív vagyok, hiszen én is ott vagyok, nem egy passzív befogadó, aki várom a karácsonyi ajándékot, hanem én készen állok ennek a befogadására, csak egyedül nem vagyok elég erős. És ezt megteszi a Jóisten. Én ezt sokszor átéltem, hogy erősíti a vágyat. Kérhetem azt, hogy távoztassa el a lustaságaimat, vagy a félelmeimet, ami nagyon sokszor halogatáshoz vezet, és akadálya a cselekedeteknek. És akkor ezt is megteszi, és megráz engem, ne legyél lusta, gyerünk, most csinált, figyelmeztet, itt az idő. Aha. Nagyon sokszor a jó időpontot is ugye nehéz megválasztani. Ebben is segít akár. Tehát, hogy az, hogy én leadom a rendelést, és ő leszállítja a kívánt árut, vagy a kívánt bármit, akár spirituális értéket, ebből azért föl lehet fejlődni egy ilyen közös munkálkodás igény szerintem, és azért többnyire most már ez van, hogy együtt csináljuk a dolgokat, az ajándékokat együtt készítjük magamnak, vagy akár másoknak a Jóistennel. Jövő vasárnap lesz a gyülekezetünkbe konfirmáció, ami azt jelenti, hogy 12-13 éves fiatalok 110-valahány kérdésre válaszolnak, nem is ezen van a hangsúly, meg a felkészítésnél sem, ez volt a lényeg, nagyon jókat beszélgettünk, és ilyenkor mindig eszembe jut, hogy ha a gyülekezeti tagjainknak válaszolni kéne ezekre a kérdésekre, akkor tudnák-e a választ? És itt jön elő, amiről beszéltél, hogy az embernek alakul-e, formálódik-e a hite, és felnőtté válik-e a hite. Pál apostol a szeretett himnuszban, ugye vannak jól ismert részei, vannak olyan mondatok, amiket ritkábban idézünk, de ezt mondja Pál apostol, amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. És én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy ne csak fizikailag fejlődjön az ember,
hanem lelkileg is, és ez legyen igaz a keresztény hitére is. Tehát nekünk az is a feladatunk, hogy minél jobban megismerjük az Istent, minél jobban tudjunk saját választ adni nagyon-nagyon nehéz kérdésekre, és itt mindjárt átérünk a betegségre, szenvedésre, Alzheimer korra, mert ekkor tud az ember, ha saját válaszai vannak, és saját megküzdött válaszai, akkor tud igazán megállni egy küzdelembe. Nagyon jó az, hogyha tudjuk mondani, hogy ez ezt mondta, a másik azt mondta, de amíg ez nem a sajátunk, addig ez nem fog minket megőrizni, amikor nehézség jön az embernek az életébe. És én azért köszönöm, hogy mindezt elmondtad, mert én pont ezt szerettem volna hangsúlyozni, és a kedves tévénézőknek is bemutatni, hogy legyen bennünk ennyi alázat és ennyi őszintesség, hogy újra és újra azt mondjuk az Istennek, hogy Uram, én még jobban szeretnélek megismerni, én még több erőt szeretnék kérni tőled, én valóban szeretnék alakulni és változni, hogyha látom magamon, most a lustaságot említetted, de nagyon-nagyon sok mindent, akkor ez ne hagyjon engem nyugodni, ne hagyjon engem pihenni, ne mondjam azt, hogy hát... Hiszem, a lustaság a 8 főbűn között talán ott van? Hát a katolikus tanítás valószínűleg igen, de ezt most elnézést, ezt én sem tudom pontosan, de az biztos, hogy... Nekem ez egy nagyon nagy küzdelem egyébként a lustaságaimmal. Visszatérve, amit mondtál, azért gondold el, hogy amikor ezt az egész utat fölfogtam, vagy elkezdtem fölfogni, már 33 éves voltam, már 11 éve volt egy diplomám az állam által, ami azt mondták, hogy te okos Pali vagy, tanítóvá avattunk, diplomás ember vagy, gyerekeket oktathatsz. Most egy ilyen, utána humorista voltam, láttam magam a tévébe, még okosabb voltam, idézőjelbe, és egy ilyen Palinak eljutni az alázat az önátadásnak egy olyan fokára, hogy azt mondják, nem tudom. Jó, föltenni a kezét, nem tudom. Most ez csak traumák, valami fajta mélypont, vagy trauma, nem csak az alkoholizmus az egyetlen trauma az életben. Én bocsánat, hogy állandóan ezt hozom elő, de ez az én drámám, az én nagy fordulópontom ez. Lehet egy szerelmi csalódás is, lehet egy közlekedési baleset, és ezer dolog lehet. Általában rossz dolgok hoznak, traumatikus dolgok hoznak ilyesfajta fordulatokat. Ritkán halljuk azt, hogy valaki jó dolgában lett alázatos, nem? Tehát inkább általában kínunkban, vagy pedig a bajunkban fordulunk a jó Istenhez. Igen, van egy olyan rész az Ószövetségben, Agur kérése, ami pont arról szól, hogy azért imádkozik, hogy Uram, ne add nekem se nagyon nagy gazdagságot, mert akkor dőfös leszek és megtagadlak téged, se nagyon nagy szegénységet, hogy ne kelljen lopnom és ne hozzak szégyent a nevedre. És ebben pont benne van ez a bölcsesség, amit említettél, hogy akár a nagyon nagy mélységben, akár meg a nagy jólétben tud az ember az Istennel szembe fordulni. Ezt a részt most zárjuk le, még egy kérdés fog következni, amire majd egy bibliai igét is szeretnék mondani, hogy említetted, hogy téged az alkoholizmus mélységéből ragadott ki az Isten, meg azok az emberek, akik körülötted voltak, meg a saját elszántságod, ez úgy minden valóban együtt volt. És talán még a szerencse is. Én nem vagyok szerencse hívő, de azt hiszem, hogy nem véletlen, hogy van ez a szó. Aha. Tehát, hogy lehet, hogy még az is kell hozzá. Hát szerencse vagy gondviselés, igen. Igen, ez nehéz eldönteni. Igen, de azért biztos, hogy mögötte ott munkálkodik valahogy az Isten, és erről már mindjárt beszélni fogunk. De még egy olyan mondatot hadd idézek tőled, hogy az az ember, aki nagyon komoly mélységeket élt át, az talán jobban tudja értékelni a kegyelmet, vagy jobban át tudja élni. Ha erről mondanál még egy pár szót. Hát én kevésszer voltam kórházban az életemben, de akkor általában valami töréssel voltam. És amikor töréssel feküdtem, akkor nagyon nagyra értékeltem azt, hogy én újra tudok, csak így bárcsak még egyszer sétálhatnék. Uh-huh. És hogy amikor nagyon, nagyon alul voltam, nagyon lent voltam, nagyon mindenki kapcája voltam, már csak legyintettek utánam az emberek, néha így visszafordultam, néha el is kaptam, meg egy kicsit paranoid is lettem, hogy nézegettem mindig. De hogy már így mutogattak ilyeneket a kocsmába is, hogy én nem vagyok, és nem is voltam teljesen normális. Biztos, hogy az alkohol is meglágyította az agyat egy kicsit. Szerencsére ez nem maradt meg. Tehát, hogy én ilyen nagyon-nagyon lentről, annyira lent voltam, hogy már ez a bárcsak sem volt meg bennem.
Már beletörődtem abba, hogy én, ahogy ma, amikor majdnem meghaltam, hogy azt gondoltam, hogy megérdemlem, már beletörődtem abba is lényegében, hogy ilyen nyomorultól fogok meghalni. De mégis néha elkezdtem reménykedni. És ez, hogy elkezdtem reménykedni, ez egészen biztos, hogy a jó Isten volt, mert én benne már annyi erőse volt, hogy reménykedjek. Én már sokszor föladtam. Ott voltam a kettő között, az élet és a halál lelki értelemben. A testem az még jól működött, mert fiatal voltam, de lelkileg már halott voltam nagyjából. Aha. És mégis volt visszaút. Ezt a részt hagy zárjuk le egy bibliai történettel, ami abszolút ideillik. Lukács evangéliumának 7. fejezetében olvassuk, hogy Jézust meghívja egy farizeus az ő házába. Jézus bemegy hozzá, és ott a vacsorának az egyik órájában egyszer csak belép egy bűnös nő, akiről azt írja a Szentírás, hogy megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg, csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magába, ha ő volna a próféta, tudná ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki, Simon, van valami mondani valóm neked. Ő pedig így szólt, Mester, mondd. Erre ezt mondta neki Jézus. Egy hitelezőnek volt két adósa, az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szerette őt jobban? Simon így válaszolt, úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki, helyesen ítéltél. És az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz, látod ezt az asszonyt, bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábam. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeret. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsátattak a te bűneid. Azt gondolom, hogy ez a történet nagyon jól kifejezi mindazt, amit elmondtál, és egy olyan emberként vagy itt, akinek az Isten sokat bocsátott meg, és ezért tényleg nagyon szereti őt, de ez nem jelenti azt, hogy könnyű lett volna a folytatás, hiszen, és most térjünk át erre a témára, amiről még az elmúlt 3,5 adásban nem beszéltünk, de egy a végére nagyon-nagyon fontosnak tartom, hiszen, hogy a bevezetőben említettem 200 000 embert és hozzájuk tartozó családtagokat érint ez Magyarországon. 2010-ben kaptatok egy szörnyű diagnózist édesanyáddal kapcsolatban, ez pedig az, hogy Alzheimer kóros, vagy 2008-ban, bocsánat, ugye? Nem volt diagnózis. Kezdjük ott, ugye valamihez kötni kell az elejét, tehát egyszer csak megtudtátok, de onnantól kezdve kiderült, hogy mi volt előtte. Beszélgessünk egy kicsit erről a betegségről, arról, hogy személyesen a ti életetekben ez mit jelentett, és akkor fogunk utána a nézők felé fordulva általánosabb dolgokat is mondani. A 200 000 is csak egy becslés. Általában egyébként demenciát mondanak, vagy demens betegeket, a demencia elbutulást jelent. Nem csak az Alzheimer tartozik ide, vannak más fajták is, de a kétharmad része a demens betegeknek az Alzheimer beteg. Bocsánat, mivel nem biztos, hogy mindenki egyáltalán ismeri ezt a betegséget, ha egy pár mondatban elmondanád, hogy miből indul ki, és milyen következményei vannak ennek. Tehát most akkor a demenciáknak van körülbelül 100 féle, arról a 30%-áról, ami nem Alzheimer, most arról nem beszélünk, időhiány. Tudnék arról is, de az anyámnak Alzheimer baja volt. Az Alzheimer betegség magyarul agysorvadás. Ez azt jelenti, hogy az agysejtek tömegesen és egyre gyorsuló tömegben halnak el. Ezt úgy lehet talán, ezt olvastam, ezt a hasonlatot, nem az én találmányom, de talán érzékletesen bemutatni, hogy mondjuk az agysejteket vegyük játszó gyerekeknek, és egy nagy körben állnak, és adják körbe a labdát. Majd kidől egy gyerek, elmegy kettő, onnan elmegy három, és a végén már csak egy marad, és ezért már nem tudják a labdát átadni, tehát nem megy át az információ, az idegsejtek közötti kapcsolat megszűnik. Még annyit, ha tudományoskodjak, mert ez nagyon kevesen tudják, és ez fontos, hogy lerakódás okozza ezt az idegsejt elhalást, kétféle fehérje rakódik le. Az egyik lerakódás az idegsejtek közötti térben van, tehát ez megakadályozza a labda átadását.
ezt amiloidnak hívják, és van egy másik fehérje, ez a sejten belül kezd el rombolni, ezt meg taunak hívják. És amikor a kettő egyszerre van, akkor gyakorlatilag szétszedi az emberek agyát. És a végén már nem ismernek meg senkit, nem tudják önmagukról, hogy kicsoda, képtelenek a legegyszerűbb műveletekre is, mint evés, széklet, vizelet, stb. Tehát egy nagyon szörnyű leépülés, és eddig még a világon egyetlen egy gyógyult Alzheimer-beteg sincs, tehát jelenleg gyógyíthatatlan a dolog, és 10-15 év a kor lefolyás. És az a legnagyobb baj, hogy a hozzátartozók teljesen kikészülnek ettől az egésztől. A végén be kell adni intézetbe, de nagyon-nagyon kevés hely van, nehéz az elhelyezés, és az ember halálra aggódja magát, hogy az intézményben mi lesz a hozzátartozójával, aki már egy ilyen növényi állapotban kerül oda a legtöbbször. Erről fogunk beszélgetni, hogy mit jelent ez egy család életében, és erről Szilveszterék egy könyvet is írtak a feleségével, erről is fogunk beszélgetni. De hogy mondjak néhány nevet, akikről talán nem is sejtik a kedves tévénézők, hogy ebben a betegségben szenvedtek, és mindannyian ebbe is hunytak el. Ilyen volt például Margaret Thatcher, a brit miniszterelnök, Puskás Ferenc, a legismertebb magyar labdarúgó, Puskás öcsi, Péter Falk, amerikai színész, a híres Columbo, Charles Bronson, tehát itt látjuk, hogy erős férfiakat is megtámadhat ez, hogy még egy erős férfit említsek, Sugar Ray Robinson, amerikai ökölvívó, minden idők egyik legjobb boxolója, de ebben szenvedett Winston Churchill, Robin Williams, a híres színész, aki vélhetőleg emiatt öngyilkos is lett, Frank Sinatra énekes, Agatha Christie, Henry Ford, vannak benne üzletemberek, politikusok, énekesek, sportolók, tehát válogatás nélkül pusztít ez a betegség. A Robin Williams-nél álljunk meg egy pillanatra, mert ott a Lévi testes szindrómának hívják, ami neki volt. Ez nagyon-nagyon hasonló az Alzheimerhez, ez is lerakódásos probléma, de egy kicsit mégis különbözik, és ő öngyilkos lett, de a diagnózis hatására lett öngyilkos gyakorlatilag. Egyébként ő is alkoholbeteg volt, eleinte mindenki azt hitte, hogy visszaesett, és azért. Lehet, hogy vissza is esett, de igazából ez a diagnózis volt az oka annak, és hát fiatalon lett öngyilkos. Nem volt még 60 éves. És akkor ma azt említetted, hogy körülbelül 200 ezer ember van satszolás szerint, nincs igazi és mellettük felmérés. ott van a család. Beszélgessünk rólatok. 2008-ban megnéztem, rosszul mondtam, elnézést, derült ki, hogy édesanyádnál. Behívtak. Mi az, amit te átlag nincs magyarként behívás. Tudtál? Tehát megkaptál egyszer valami papírt, vagy csak kaptál? Nem. Semmit? Nem. Tehát hogy derült ki? A betegséggel együtt jár például a mozgás probléma is. Az anyám egyre nehezebben ment. A betegséggel együtt jár az is, hogy tiltakoznak. A betegség része, hogy tagadják, hogy betegek. A saját tüneteiket külső okok. Egyébként ez az alkoholisták is csinálják, tehát ez mondjuk ez a része, ez egy ismerős pálya volt. Alkoholbetegek is mindig elmondják, hogy ők azért isznak, mert ez. Na most az anyám is tagadta, hogy beteg, nem akart semmiféle orvoshoz menni, azt mondta, inkább meghal, mint hogy kórházba menjen, és ezért miután őt nem tudtunk semmilyen módon elvontatni semmilyen komoly orvoshoz, sem kórházba, kénytelenek voltunk mi kiképződni a betegségből. Nagyon fontos az önképzés, én a nulláról indultam, sőt én is tagadtam, én azt mondtam, hogy ezek ilyen időskori hülyeségek. Ám egyszer az anyám, aki dohányzott, nem a cigarettát tette a szájába, hanem a gyufát, és a cigarettával akarta meggyújtani. Hosszan. Akkor rájöttem, hogy tényleg valami nagyon nagy probléma van, és akkor kezdtem el képezni magam villámsebesen. Tehát, hogy a hozzátartozók életében is úgy csap be ez a betegség, hogy semmit nem tudnak, vagy a legtöbbször semmit sem tudnak róla, és ezért rendkívül fontos lenne az önképzés. Nagyon fontos, van egy Alzheimer Café hálózat nevű ilyen társadalmi kezdeményezés, ez sok városban működik, itt rendkívül sok előadás, hogy főleg orvosok tartanak, szakemberek, minket is szoktak hívni néha, elmondják, hogy mivel jár, milyen megoldások vannak. Rengeteg probléma van, például csak egyet mondok. Az Alzheimer betegeknek mosakodási fóbiájuk van. A mosakodást az agyi problémák miatt ők behatolásnak érzékelik, és ezért ellenállnak. Na most gondold el, ott van a saját többnyire szülő az illető, néha a házastárs, ott van a saját szeretted, akit képtelen vagy hosszas könyörgések ellen is rávenni arra, hogy legalább heti egyszer vagy kétszer megfürödjön vagy megmosakodjon, mert ő erre nem hajlandó. Akkor a téves képzetek. A legtöbb Alzheimer beteg lopással vádolja a hozzátartozóit. Tehát ő érzi, hogy valami nem stimmel, van egy ilyen diszkomfort érzése,
és ő nem kitalálja, hogy, hogy elloptad a pénzét, hanem ezt a rossz érzést így fejezi ki, hogy őt biztos meglopták. Különben állandóan pakolnak, van egy ilyen pakolási kényszer. Óriási rendetlenség van mindenhol. Hát nagyon nehéz is ezért egyébként szakembert vagy orvost hívni, mert az Alzheimer betegek tárgykezelése az gyakorlatilag egy ilyen egyéves csecsemőnek a szintjén van. Tehát ez egy rettenetesen széles tüneteket hordozó betegség. Éjjel nem alszanak, hanem fönt vannak vagy kóborolnak. Nappal alszanak. És miután egy idő után az egyensúlyi részt is megtámadja ez a betegség az agyban, állandóan elesnek. Emiatt a hozzátartozó 24 órán keresztül ébren van, évekig. Én például másfél évig ilyen fél éber állapotban aludtam. És az anyám, mikor meghalt, utána kellett még egy olyan két hónap, míg az először volt egy olyan éjszaka, amit teljesen végig tudtam aludni normálisan. Erre egyébként szüksége van minden normális embernek, hogy a mély alvási szakasz is meglegyen zárva. Na. Csak annyit szeretnék mondani. Gondolom, hogy jól sikerült elborzasztanom mindenkit. Igen, és ez fontos is, hogy most kapcsolnak most el, Laci. Nem, most kapcsolnak ide, mert miközben ezt elmondtad, ma Magyarországon minimum 200 ezer ember már így éli az életét, vagy e felé tart, és nagyon-nagyon sokan már ebbe belehaltak. És ha jól értettem, abba hal meg, hogy egy idő után az agya már a vegetatív funkcióknak se ad parancsot, se a nyelésnek, semminek. Így van. Tehát ez egy világjelenség. A világon jelenleg körülbelül 40 millió Alzheimer beteg van, és a fokozódik, tehát gyorsul az esetszám. Azt jósolják, hogy 20 év múlva 80 millió lesz. Csak összehasonlításul, hogy az AIDS-esek kevesebben vannak jelenleg, ők 35 millióan lehetnek körülbelül. Tehát ez egy világprobléma. Na most vannak olyan szerencsésebb országok, ahol a kormányok programokat indítottak, egyrészt azért, hogy segítséget kapjanak a hozzátartozók, másrészt felvilágosító programokat. Franciaországban például mesekönyvek készülnek óvodásoknak. Óvodáscsoportokat visznek Alzheimeres otthonba, egyébként a kisgyerekek nagyon jó hatással vannak az Alzheimer betegekre, és az Alzheimer betegeket valamiért a kisgyerekek nagyon imádják. Valószínűleg, mert egy szinten vannak, vagy a jó ég tudja miért. Aha. Tehát ezt teljesen, hogy mondjam neked, hivatalosan szervezik az ilyen együttléteket. Vagy például az orvosoknak nagyon komoly továbbképzési rendszert szerveztek Franciaországban. Külön ilyen diplomát, a másoddiplomát adó képzést, két éves képzést állítottak föl, hogy legyen elég szakember arra, hogy diagnosztizálni tudja. Neuropszichológiai tesztekkel csinálják a diagnózist, és ha a gyanú felmerül, akkor megy CT-re vagy MR-re az illető. Uh-huh. Nálunk ezek mind esetlegesek. Általában, hogyha rá is jön a körzeti orvos, hogy nagy a baj, hogy demens az illető, akkor nem tudja hova tovább küldeni. Nincs tovább, hanem fölír valami nyugtatót. És például a nyugtató ebben a Lévi testes demenciában, ami a Robin Williamsnek volt, ez csak egy mondjuk 6-8%-nak van ez, a nyugtató nekik ront az állapotukon, szigorúan tilos lenne felírni. De miután nincsen diagnózis, nálunk is kapják Lévi testes demensek is a nyugtatót időnként. Na most a nyugtató is különböző emberekre különböző módon hat, ezt is be kéne állítani, ami nem történik, meg rengeteg probléma van. Beszéljünk egy nagyon fontos dologról ezzel kapcsolatban. Édesanyádról volt szó, akinek te a fia vagy. Igen. De házas emberként ebben benne volt ugye a feleséged is, akinek így vér szerint nem volt rokona. Az ő számára mennyire volt természetes, hogy beleáll ebbe a harcba, és mi vezetett odáig utána, hogy társszerzője lett végül is ennek a könyvnek? Nézd, nekem az a tapasztalatom, függetlenül a könyvtől, meg mindentől, hogy amennyiben nagyon erős lelki alapon van egy házasság megszervezve, most ezt csúnyán mondtam, de talán értem. Összekötve, köszönöm, igen, ez jobb szó. Tehát, hogyha lelki alapon kötődik, és nem csak testi alapon, ami csak testi alapon szerveződik, az nem szokott sokáig tartani. Egy zárójelben mondtam. Nem tagadva a testiség fontosságát. Tehát, hogyha erős lelki alapok vannak, akkor egy tragédia, vagy egy ekkora trauma, az még erősebbé teszi. Ha gyengék az alapok, vagy rosszak, vagy széttart a házasság, akkor még gyorsabban széthullik egy ilyen traumától. Ez független traumát, Alzheimernek hívják, vagy annak, hogy a gyerek lesz súlyos beteg például. A mi házasságunk erős alapokon szövődött, lelki, spirituális alapokon szövődött, és ezért erősítette. De amit kérdeztél, hogy ugye én az anyám gyereke vagyok. Igen, de az Alzheimer betegség azt csinálja,
hogy megfordul a helyzet, és az én szülőm lesz az én csecsemőm a végére, amit borzalmasan nehéz egyébként átélni egy gyermeknek, mert egyszerűen erre nem vagyunk fölkészülve, nem vagyunk kiképezve, és ez egy rettenetes dolog. És ez tényleg sokat kell imádkozni, hogy az ember ezt el tudja fogadni, és belejöjjön ebbe a szerepbe. Hogy ő egy kisgyerek lett 70 évesen. Azért ez nagyon nehéz. És hogy ezeket mind le... Mi azért írtuk a könyvet, eredetileg mi önterápiás célból írtuk, és a másodlagos oka volt az, hogy segítsünk másoknak azzal, hogy mi leírtuk azt, hogy ez egy napló lényegében, a könyv első fele ez egy napló, a második fele az egy meditációs könyv, amit utólag írtam, az anyám már nem volt életben. És ezt most kiadták, ezt a könyvet, de mondhatom, hogy hol lehet hozzájutni. Én egy fillért se kaptam, minden befolyt forint az a demenciára költődik, tehát senki nem keres ezen pénzt. Ezt a Csokonai Művelődési Központban, ami Budapesten van, ott lehet megrendelni, oda lehet telefonálni, utánvétel rendelni, és a többi, és a többi. És csak ott lehet jelenleg. Az a címe a könyvnek, hogy Alzheimer nyavaja. Meg is mutatom, jó? És akkor ezt ajánljuk szeretettel azoknak, akiket ez az egész betegség érint. És egy pár szót mondjál még róla. Tehát tulajdonképpen, aki ennek az egésznek mondjuk még az elején van, ezt a könyvet elolvasva, láthatja azt, hogy mi fog következni ezután? Én szeretem a könyvünket, és nagyon büszke vagyok rá. De igazából ez nem egy tankönyv, vagy nem egy olyan könyv, amiből jól föl lehet készülni arra, hogy mi jön, hanem ez a könyv, nagyon-nagyon sok információ van benne, de mégiscsak egyfajta olyan élmény megosztás, mint amikor veled beszélgetek például az alkoholizmusomról, és arra jó, hogy mások átérezzék, hogy nincsenek egyedül, hogy mások is átmentek ezen. Ezért arra buzdítanék mindenkit, aki beleesett ebbe a szerencsétlen helyzetbe, hogy önképzés, önképzés, önképzés. Vannak más könyvek is, rengeteg információ van az interneten, a mi könyvünk nem elég az önképzés. Ez egy nagyon jó könyv, mindenkinek ajánlom, de mégsem elég ez önmagában. Uh-huh. Én a mai napig egyébként képzem magam egy Alzheimer ügyileg, egyrészt, mert meghívnak helyekre előadást tartani, és azért nem szívesen mondom valamire azt, hogy nem tudom, de persze nem vagyok orvosi szinten, nem is mereném ezt állítani, és nem is mint szakértő szoktam beszélni, hanem úgy, mint sorstársa sorstársakhoz. De azért számomra ez fontos, hogy képezzem magam még most is. Az adás végén még két dologra mindenképpen szeretnék beszélni. Az egyik az, hogy az önképzésedből benne van az, hogy nagyon sok külföldi példát ismersz. Most játszunk egy olyat, ami hát jó lenne, meg is valósulhatna, hogy holnaptól te vagy kormánybiztos, aki Magyarországon mondjuk az Alzheimer kórosokkal foglalkozik, és ez megkapod az megfelelő anyagi hátteret, és a megfelelő szakértőgárdát, és mondjuk kapsz 5 évet, hogy állíts föl egy olyan rendszert, ami ezeknek az embereknek tud segíteni. Mi az, amit csinálnál? Az első dolgom mi lenne? Hát az első, második, harmadik. Az első dolgom az lenne, hogy mint kormánybiztos lemondanék, és dr. Menyhárt Miklós nevezném ki kormánybiztosnak. Ő ugyanis egy nagyszerű magyar orvos, Bőnyben házi orvos egyébként, de úgy hozta az élete, hogy Franciaországban, ahol talán a legfejlettebb kultúrája van jelenleg az Alzheimer betegség kezelésének, ő egy alzheimeres részlegnek a vezető főorvosa volt. És ott ő magába szívta ennek az eljárásrendszernek és ennek a kultúrának a minden csinyát, bínyát, és ő alapította Magyarországon is meg az Alzheimer kaféket. És az ő vele való interjúból tudom, hogy ott mit csináltak. A legfontosabb az volt, hogy a politikusok megegyeztek abban, hogy ez ciklusokon átívelő, ez egyébként a Sárközi elnök idejében kezdődött, hogy több ciklust átölelő demens stratégiát alkottak. Magyarországon, ahogy alkoholstratégia sincs, erre most nem lesz idő kifejteni, hogy miért, meg talán ez nem is olyan izgalmas, demens stratégia sincs. A jobb, fejlettebb országban van demens stratégia. Itt fogalmazzák meg a szakpolitikusok, aki én nem vagyok, de hogyha ilyen kormánybiztos lennék, akkor összegyűjteném ezeket, akikért. Mert azért vannak Magyarországon is, akik nagyon, nagyon értenek. Van például a Műegyetemen egy memória tanszék, valami csoda folytán, van Szegeden egy tanszék, ahol nagyon is értenek. Tehát vannak szakemberek, csak nincsenek ezek a szakemberek jól egységbe foglalva, illetve nincsenek kormányprogramok. Tehát egy
De mely stratégia kellene, és utána ennek a mentén elkezdeni. És természetesen a legfontosabb dolog az a szűrőprogram lenne, mert ez olcsón tesztekkel, tehát papíralapú tesztekkel az 50 fölötti lakosságot minél nagyobb arányban kéne megszűrni, mert minél korábban ismerik fel ezt a betegséget, annál inkább lehet lassítani. Minél később ismerik fel, tehát amikor az anyám berakta a gyufát, a cigéjét, az már a közepén járt a betegségnek, és akkor már nem nagyon lehet lassítani előtte rajta. Már hány éve lett, hogy már 5 előtte éve? Már 10-15 éve zajlik a mélyben a neuron az agysejt elhalás. Tehát amikor látványos tünetek vannak, az már késő. Ezért fontos a szűrés. Most annyit hadd kérdezzek ezzel kapcsolatban, hogy említetted, hogy nincs gyógymód erre, még nem gyógyult meg ebből senki. Nincs gyógymód, de nagyon korán fölismerik, akkor hogy... vannak olyan gyógyszerek, amik lassítják, nem állítják tehát meg. Tehát nem csak az van, hogy megtudtam, hogy az vagyok belünk, nem is érzem, és már elkezdek félni, meg aggódni, hanem tenni is tudnak effektíve. A korai fölismerés. A vége ugyanolyan szörnyű egy korán fölismertnek, mint egy nem korán fölismertnek. De a jó minőségű életévek azok megtízszerezhetők, vagy megsokszorozhatók, mondjuk így. És azért ez nem mindegy. Például még az autóvezetési képesség is, amit persze természetesen elvesztenek, hiszen ha valaki az egyensúlyérzékét elveszti, hogy tudna, az irányokat se tudják. Anyám nem tudta már végén, nem csak az, hogy bal-jobb, hanem a fölle, előre, hátra, már ez sem menne ki. Úgy aludt az ágyon, hogy a lába nem volt a földön, mert nem merte föltenni, mert félt, hogy leesik. Teljesen megszűntek az irányok. Tehát ez ennyire szörnyű betegség. Tehát, hogy mondjam, az élhető, jó minőségben élhető évek, azok megtöbbszörözhetők, hogyha korán van diagnózis. Ezért ez a legfontosabb lenne, a korai diagnózis. És hogy persze utána, ha valakinek van ilyen diagnózisa, akkor legyen hova küldeni, ahol szakellátást kap. Ma nagyon kevés ilyen hely van Magyarországon. És a családokon szinte senki nem segít, nagyon nehéz segítséget. Van egy ilyen ápolási segélynev című alamizsna, amit nem is mindenki kap, 22.500 forint vagy mennyi, és kész. És ott szenvednek egyedül úgy, hogy mint én, hogy még a munkahelyemet is ott kellett hagyni, és 24 órába kellett otthon lenni. Úgyhogy nem elég, hogy nem volt ápolási segély, hanem még pénzt sem tudtam keresni. Tehát anyagilag is kifekszenek a családok ettől a betegségtől. Ez egy rettenetes csapás. Én nagyon köszönöm, hogy mindezt elmondtad, és lehet, hogy van a tévénézők között olyan, aki azt mondja, hogy ez most nem egy nem tudom milyen mély teológiai kérdés, de ez teljesen tudatos. Én nagyon fontosnak tartom, hogy ebben a műsorban legyen olyan is, amikor misszióról beszélgetünk, ébredésről, és vegyük észre másoknak a nyomorúságát és szenvedését, és ha abba tudunk segíteni, hogy ezt valamilyen szinten enyhíteni lehet, akkor ezt igenis keresztény emberként és lelkipásztorként is feladatomnak tartom. Mindaz, amit elmondtál, ez azért nagyon-nagyon elkeserítő és szomorú, de amikor beszélgettünk erről a könyvről néhány héttel ezelőtt, akkor azt említetted, hogy a humorista múltadat, humorista voltodat nem bírtad ebbe sem megtagadni ebben a könyvben. Tehát aki ezt elolvassa, tehát Horváth Szilveszter, Petrovics Anna, Alzheimer... Petrovics Zsuzsa. Zsuzsa, bocsánat, nem tudom. Alzheimer Nyavaja című könyvét, az nem egy ilyen nagyon-nagyon szomorú képpel fog találkozni. De még a mondatod előtti mondatra hadd térjek vissza, hogyha megengeded, hogy igen, valóban szinte nincs segítség a családtagoknak, és bele lehet őrülni. Van, hogy a hozzátartozó is belehal, mert nem bírja már azt a stresszt és azt a nyomást. De van egy jó hír, mint minden rossz hír mellett van egy jó hír, hogy amikor már semmi nincsen, és senki nincsen, és megőrülsz ezektől a tünetektől, az Isten még akkor is ott van. Uh-huh. És igen, és hogy teológia is legyen, vagy vallás, vagy nem tudom micsoda, ebbe, hogy igenis nekem a hitem erősödött ebben a szörnyű helyzetben. Én semmilyen segítséget nem kaptam. A házi orvos néhányszor eljött, és nagyon agresszívak is lesznek, ezt nem is mondtam. Aha. Hogy az agresszió a betegség első harmadában nagyon erősen megjelenik. És nagyon paranoidak is lesznek. Képesek aztán halucinálni is egy csomó dolgot. Gyújtogatnak is. Például az én anyám begyújtott a gázkonvektor alá, mert fázott papírral. Tehát, hogy amikor elmentünk egy-egy órára otthon, esetleg folyamatosan rettegtünk, hogy fölgyújtja a házat. Van, aki ténylegesen fölgyújtja a házat egyébként, a betegsége miatt. Szóval, hogy a humorra, most áttérve a humorra, hogy miért, ezek nem nagyon vicces dolgok. De én azt gondoltam, hogy... Tehát, a feleségemmel írtuk a naplót esténként, és délelőttönként próbáltam egy kis humort is belevinni, mert azt gondoltam, hogy ha ebből valaha egyszer könyv lesz, nem nagyon bíztam, de reménykedtem, az kizárt dolog, hogy 200 oldal tömény horror, bárki ember fia elolvasson. De hogyha
beleírok nagyon jó vicceket, meg ilyen jó kis humorokat, akkor talán az a kíváncsiság, hogy na, jó, most ez egy szörnyű rész volt, rettenetes volt, de átfa lesz valami jópofaság, valami vicces, valami izé, akkor azt tovább tudja lendíteni. Tehát, hogy próbáltam mellé rakni az ellenpontot, hogy ezt a tragédiát valahogy feloldjam, és ezért egy ilyen kicsit humorba pácolt ez a könyv. Az előző kiadásnál az egyik professzor azt írta az előszóba, hogy tulajdonképpen egy ilyen bővített Ludas Matyi. Igenis, meg nem is, de ez egy tudatos dolog volt, hogy a humor ott legyen. Nagyon nehéz humor nélkül a tragédiát elviselni. Aha. Ebben a könyvben még ezt szeretném felolvasni, hogy nagyon sok területről írtatok, és így, hogy beleolvastam, itt szó van akár arról a szégyenről is, amit említettél, hogyha ha valaki eljön, akkor mi az, amivel találkozik, kudarcos területekről, sok-sok mindenről, és hagy önsajnálatról, sírásról, sok-sok mindenről, és a végén a könyvnek nem csak a híres alc helymeresek vannak, hanem gondolataitok a háláról, valamint két imádság is. És ahogy a műsor a végéhez ér, és ez a mostani beszélgetés is, arról mondj még egy pár szót, hogy ez így a végére miért tartottátok fontosnak. Egyik az Assisi Ferencnek a jól ismert imája, ez talán, ha lesz idő, nem lesz, de akkor majd ezt érdemes elolvasni. Akkor felolvassam inkább ezt. Zárjuk ezzel, jó? Csak egy gondolat, hogy igen. Én azért tettem bele ezt a kettőt, mert ugyan nagyon ismert ima mind a kettő, mégis nagyon sok ember nem ismeri. És én azt gondoltam, hogy ennél jobbat úgyse tudnék a végére tenni, mint ez a két ima, úgyhogy ez egy méltó zárás. Akkor azt hiszi, Ferenc imáját felolvasom. Köszönjük, Laci. Imádkozzunk most azokért, akik ilyen terheket hordoznak. Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, hogy összekössek, ahol széthúzás van, hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz, hogy fény gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, hogy örömöt hozzak oda, ahol gondtanyázik. Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjem, nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak, nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek, nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek. Mert aki így ad, az kapni fog. Aki elveszíti magát, az talál. Aki megbocsát, annak megbocsátatik. Aki meghal, az fölébred az örök életre. Amen. Nehéz megszólalni ezután a beszélgetés volt, után. Ez sokkal jobb volt, mint ha én olvastam volna. Komolyan. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, köszönöm az őszintességedet, köszönöm mindazt, amit nekünk adtál, és hadd mondjuk el még egyszer, hogy hol lehet a könyvet megkapni. Ez a 15. kerületben van? Igen, Alzheimer-nyavaja. Alzheimer-nyavaja. Művelődési központ. Most én telefonszámból meg ilyesmire nem készültem, de van honlapjuk is. Többször ki van írva az adás alatt a e-mail címünk, a kutpax.tv, el is mondom, tehát kutpax.tv, így egyben, kukac@gmail.com, ha bárki ír ide, akkor segíteni fogunk ezeknek a információknak a megszerzésébe, és csak azt tudjuk mondani, hogy Isten áldása hordozza mindazokat, akik otthon betegeket ápolnak, akár Alzheimer-korral, vagy bármi mással küzdő betegeket, adjon nekik valóban békességet, erőt, és adjon olyan közösséget, akik ebben segítenek. Szeretettel várjuk Önöket jövő héten is ide a képernyők elé, egy élő műsorral. Neked újra nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Mindenkinek jó pihenést, a viszontlátásra. Több ezer életen át bennem élő szerelem, a kapukon háttörve megpihen a szívedet. Több ezer életen át bennem dúló fájdalom, szerte foszlik a fényben, felolvad az hajkadon. Több ezer életen át felsíró vérző sebek összefornak, gyógyulnak, ha érzik meleg kezed. Több ezer életen át hívtalak és vártalak, s lelkem mélyre úszva magamban megtaláltalak. Magamban megtaláltalak, magamban megtaláltalak. Megtaláltalak.
megtaláltalak.